50 kilométer futással várták a Mikulást tegnap este a Cseresnyés kollégium diákjai. A dermesztő hideg ellenére 70-en gyűltek össze a futópályán, hogy váltóban teljesítsék a távot. Már régóta hagyomány a Cseresnyés kollégiumban, hogy Mikulás előestéjén egy sportos rendezvényt szerveznek. Ehhez jó alapot adott az idei évben is a futószakkör. Tagjai egy kiadós kocogásra invitálták meg a kollégium többi diákját, és összesen 50 kilométer futásra vállalkoztak. Majdnem 70 diák jelentkezett a futásra, tehát személyenként 1 kilométert kell teljesíteni mindenkinek, és így összeadódva egy csapatként meg lesz az 50 kilométer. Az egy szív, egy dobbanás elvét valljuk mi a kollégiumban, és miközben a sportosak futnak, az ügyes házias lányok mézes kalácsot sütnek a kollégiumban, és díszítik, és minden résztvevő mézes kalácsot és oklevelet fog kapni. Az idő, az eredmény, a helyezés, az csak az érdekesség kedvéért. A közösen eltöltött szabadidő, meg kellemes élmény a célja, és a díja ennek a rendezvénynek. Nincs Mikulás futás Mikulás nélkül. Természetesen a rendezvényre a nagyszakállú is kilátogatott, és kitartásra bíztatta a futókat. Sőt, még a bemelegítésben is a segítségükre volt. Majd a futásért cserébe a diákok jutalma sem maradhatott el. Mindenki a nagyon ügyes szereplés miatt holnap lesz egy kisebb rendezvényünk, egy diszkó, amit én fogok csinálni, és itt mindenki megünnepli az egész mikulási ünnepséget. A diákok végül a dermesztő hideg ellenére is lelkesen teljesítették a távot, a mozgás mellett forró teával igyekeztek felmelegedni.